Én fölkelék, jó rág vál hajnalba, s én fölkelék, jó rág vál hajnalba. Kimosdódám minden bűneimből, kimosdódám minden bűneimből. Megkendőzém aranykendőcskével, megkendőzém aranykendőcskével. Kimenik én ajtó melejébe, s föltekintik nagy magos mennyekbe. Nyitva látám mennyország kapuját, s nyitva látám mennyország ajtaját. Azon belül egy terített asztalt, s azon vala egy rengő bölcsőcske. Bölcső mellett anyánk Szűz Mária, és két karjával rengetgeti vala. Két karjával rengetgeti vala, s a szájával fújdogálja vala. Aludj-aludj, Istennek báránya, szeretetből jöttél a világra. Aludj, aludj, Istennek báránya, szeretetből jöttél a világra. Köszönjük szépen! Kedves vendégeink, hölgyeim és uraim! Advent második hetének kezdetén köszöntöm Önöket az Advent Ajtótfalunk rendezvényünk ünnepélyes megnyitóján, a Tegyünk Együtt Ajtótfalóért Alapítvány, az önkormányzat, valamint az egyházak nevében. Mindig meg szoktuk köszönni mindazoknak, akik segítettek az Advent Ajtótfalunk rendezvénysorozatunk létrehozásában. Annak a lelkes csapatnak, akikkel 18 évvel ezelőtt elkezdtük ezt a programsorozatot, és akiknek áldozatos munkája nélkül nem jöhetett volna létre. Mindenek előtt meg kell említsem Rajner Gabi nénit, aki idén először nem lehet itt közöttünk. Nem tudom, de érzem, hogy lélekben itt van velünk, és szurkol, hogy minden rendben legyen. Ezt a feladatot idén Németh Julika vette a vállára, ezúton is köszönjük szépen neki. További neveket nem szeretnék sorolni, mert egyrészt hosszú lenne, másrészt óhatatlanul kihagynék valakit. De azt bizony állíthatjuk, hogy a rendezvénysorozatban benne van a falu apraja nagyja. Ma már tudjuk, hogy ez a kezdeményezés nem volt hiába való, hála Istennek sikerült hagyományá nemesíteni ezt a hetet. Miért is kezdtük el annak idején? Hogy felboldult világunkban egy kis csenddel, egy kis zenével, egy kiállítással hangolódjunk rá az érkező Krisztus fogadására. 18 év alatt sok mindent elmondtunk és idéztünk adventtel kapcsolatban, de hadd hozzak ide két gondolatot idén is. Egyik a szalézi Szent Ferenc. Nem fontos, hogy milyen rangunk, pozíciónk van az életben. A valóságban csak annyit érünk, amennyit Isten lát bennünk. Senki sem fog az Isten szeretet tökéletes magasságáig eljutni, ha nem hajlik meg mélyen a lázadtól. A másik Kalkutai Teréz anyától. Isten a csend barátja. Szükségünk van rá, hogy megtaláljuk. Őt, de zajban és nyugtalanságban nem lehet. A csend megadja, hogy új módon lássunk mindent. Szükségünk van a csendre, hogy megérinthessük a lelket, nem az a legfontosabb, amit mi mondunk, hanem, hogy Isten mit mond nekünk és általunk. Az adventi időszak a keresztény ember számára nem az évvégi rohanásról szól, és nem is csak azt jelenti, hogy ilyenkor többet vagyunk együtt barátainkkal, szeretteinkkel.
Adventben Isten által megalkotott önmagunk leszünk. Elcsendesülünk, magunkba fordulunk. Ami nem is annyira egyszerű ezekben a fogyasztásvezérelt, felfokozott tempójú napokban. Az advent a várakozás időszaka. A keresztények ekkor egy olyan eseményre is várnak, ami már egyszer megtörtént, hiszen Jézus 2000 évvel ezelőtt már megszületett. Adja Isten, hogy adventi készületünk után Jézus ne kemény szalmára, hanem szívünkben születhessen meg karácsony éjjelén. Most átadnám a szót Marton Zoltán atyának, házigazdánknak, aki idén először, de reméljük nem utoljára vesz részt az advent ajtót való rendezvénysorozaton. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké! Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit a Katolikus Egyház nevében, és nagyon örülök, hogy helyet adhatunk ilyen szép rendezvényeknek. Minden kiállítás egyben alkalom arra, hogy valóban megálljunk, és talán nekünk is fölhívás, hogy tényleg feladatunk így az adventben, hogy akár a kiállított tárgyak előtt megálljunk, de valahogy talán segít bennünket, hogy a szívünkben is tudjunk megállni. Azt kívánom, hogy az advent ahitót falun hét valóban segítsen bennünket, akár hívőket, kevésbé hívőket, hogy tudjunk megállni, elcsendesedni, hiszen Isten mindig a csendben munkálkodik. Isten hozott mindnyájukat. Kérem, hogyha tudnak, minél több eseményen vegyenek részt az egész heti rendezvénysorozaton. Először is a mai napot ismertetném. A kiállítás megnyitó után mindenkit várunk szeretett vendégségre. Utána 3:45-kor adventi gyertyagyújtás a betlehemi jászolnál, a templomkertben. 17 órától, azaz 5 órától iskolánk zenetanárjainak koncertje a templomban. 18 órától pedig szentmisén vehetünk részt. Nem fogom felsorolni az egész heti programjainkat, de egy-kettőt kiemelnék. Holnap 4:12-kor Péreli Zsuzsa Goblin művész kiállítása a református gyülekezeti teremben. Egész héten adománygyűjtések, koncertek, adventi vásár, vendéglátás, üteményverseny, óvodások műsora és sok egyéb program színesíti az adventi hetet. Külön kiemelném adventi gálaműsorunkat, aminek idei vendége Faragó András színművész énekes lesz. A részleteket elolvashatják a falu honlapján, plakátokon és a falu újságban. Mielőtt átadnám a szót Kósa Klárának, a kerámikus iparművésznek, hogy megnyissa a Princné Bérci Krisztina Népi Fazakas Virágaim című kiállítását, hadd mondjak pár szót. Mivel Székelyudvarhelyen nőttem fel, sokat jártam Korondon, ahol Krisztina is tanulta a mestersége. A faluban a legnevesebb cserépedénykészítő család, a Pál család, amelyikben a festőművész Pál Lajos is tartozik. De ne felejtsük el Józsa Jánost és családját se, akik remek művészi díszítésű formai kancsokat, bokájukat, tányérokat és csészéket készítenek, amit mind a mai napig használunk hétköznapjainkban. A korondiak nótába is foglalták a cserépedény helybéli hírnevét. Megválogatom a legényt, mint a vásáron az edényt, az edénynek a mázasát, a legénynek a szálasát. Végül kívánok áldott adventi várakozást, és egész heti programunk segítsen önöket és családjaikat a karácsonyi előkészületben. Köszönöm, hogy meghallgatta. Elnézést kérek a művészőtől. Nem szerettem volna elve. Nem tudom, én nem szeretném mikrofonba beszélni, szerintem így is hallja mindenki. Itt nem hallják azon. Na, akkor gyűjjenek be. Az az igazság, hogy aki engem ismer, az tudja, hogy úgyis formabontó leszök, meg nem olyan, mint ami szokott lenni. Nincs nálam A4-es papírból 18 darab, nem fogom felolvasni, bár kért egy újságíró, remélem az találkozott veled, hogy adjam oda neki a köszöntő szöveget, Hunot. Én még az életemben nem írtam a szöveget, hanem én így szeretek beszélni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Önöket ezen a kiállításon, és engedjék meg, hogy először is egy családot köszöntsek. Könnyű olyan családból itt kiállítani, ahonnan az anya, Bérci Jánosné született Szendrő Csilla, ott ül, feketében, vörös hajjal, tűrtizökkel, virág a kezében, aki ma a Művészeti Akadémia tagja, velem együtt, és ami nagyon fontos, hogy Magyarországon nála senki többet a tojásról nem tud. Az hagyján, hogy ő a tojást díszíti, de ezt
leírja, írja, tart válaszúton, ha valaki nem tudná, hol van válaszút, utána szívesen elmondom. Válaszúton tart az alapítványnál hetekön keresztül foglalkozásokat, tanítja a kinti gyerekeket is, és valami fantasztikus dolog, hogy még a tojásokhoz való receptöket is tudja, és azt is megírja, szóval Bérci Jánosné Szendő Csilla a maga a tojás. Ő az anya. Ez egy olyan család a Bérci Krisztináé, ahol van egy szuperfér. Én már csak tudom, hogy mit szenvednek a művészöknek a családtagjai. Meg hát végül is az én családom is tudja. Ránéztem az uramra. Lényeg az, hogy itt van Bérci... Ne. Princ Péter, már most valószínűleg az izgalmamban beszélök vele. Tehát Princ Péter ott hátul bujdokol, holott a lehető legtöbbet támogatja és segíti a feleségét, és ez valami fantasztikus jó, ugyanis a Krisztina nem csak művész, hanem anya is, feleség, lány, minden csoda együtt, és mindez szuperül teljesíti. És ez nagyon nagy dolog, hogyha belegondoltok, hogy mindenkinek van ugyanígy munkája, de a művészet az valami egészen más. Ugye a művész az nem ember. Az valami más. A művészet a Krisztinának a vérébe van. Nem egy egyszerű művészet, a magyar nemzet művészete van a vérébe. Az egy dolog, hogy oda kitanult Korondon, ahol mindenki fazekas, de legalább 136-ot tudok, ott rengeteg fazekas van, de akkor is szívta otthonról a tudást, és utána ő maga dolgozott, segítette ez az egész család egymást, szóval ez így fantasztikus, és amit itt látnak, az tényleg egy mesevilág. Belegondolok, hogy Árpád vezér mit mondott, amikor ide gyűjtek a Kárpát-medencébe. Tündér országgá fogom varázsolni ezt a Kárpát-medencét. Na az ilyen emberek varázsolják Tündér országgá, mint amilyen Bérci Krisztina. Princé Bérci Krisztina. Szokott nekem eszembe jutni az az ige, ami nagyon nagy hatással volt rám. Azért új parancsolatot adok néktek, hogy ti egymást szeressétek, ahogy én szerettelek titeket. Ebben a családban csak ezt tapasztalom. Itt én még nem hallottam haragot, itt én még nem hallottam egyik őktől se valakire valami rossz szót. Nem hallottam semmi olyat, hogy hú, hát az ugyan már, meg minek, meg biztos ti is tudjátok, hogy mire gondolok. Itt ebben a családban ilyen nincs. Az is eszembe jut, mert azért vannak ilyen versök, amik az embernek eszébe jutnak, a Juhász Gyulának a verse, hogy szép Tündérország támad föl szívemben ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, megszáll egy titkos, gyönyörű igézet ilyenkor decemberben. Várakozással vagyunk teli, advent van, a szívünk tele van várakozással, kisimulással, engesztelődéssel, megbocsátással, és ez valami olyan fantasztikus jó. Minden vallással élő embernek ez talán a legnagyobb ünnep, Jézus születése. Ez valami olyan hihetetlen jó érzést ad mindannyiunknak, és akkor ezt köszönhetjük egy ilyen kiállítással, ahol miket látunk, fehéret, kéket, zöldet, ami az élethöz köl, mi? Kék és zöld. Az ég színe, a szél színe, a víz színe, a gyémánt színe az kék. Az mindig mozgó falevelek, a fenyő ágak, az mindig zöldek. És a fehér, csak nagyúr járhatott fehér lovon, csak nagyúr hordhatott fehér süvegöt, nagyúr lakhatott fehér sátorban, mert fényes vagyok, ragyogó. Tehát itt ezek a színök jelennek meg. És a Krisztinának ezek a színjei. Van néha sárga, hát aki nem tudná, akkor elmondom, sárga a tartós öröm. Ezért szeretjük az aranyat kapni. Jó vastagot és nagyot, mert az egy tartós öröm. Ránk gondoltak, mi kaptuk? Tartós öröm. Minden színnek megvan ugye a jelentése. A bordó, köhögj ki magadat nyugodtan, de a bordó az egy nagyon fontos szín és státusz szimbólum. Akkor vesszük fel a bordót, amikor már tudjuk, hogy mindenem van, mindent elértem. A férfiak úgy születnek, hogy ismerik, tudják, jól használják a hatalmukat. Mi nők olyan 40 éves korunkban, majd aki már 40 éves lesz, az rágyűnt. 40 éves korunkban rágyűnünk, hogy igen, van nekünk, bírunk, tudunk, elértünk valamit. Szerényen,
de tudjuk. És akkor fölvesszük a bordó kacamájkát, és a bordó szoknyát, és a bármi bordót. Én például soha életemben nem nagyon ritkán jelenök meg más színben, mint fekete, mert én annyira szeretem, és annyira kiegyensúlyoz, és annyira nyugodtá tesz, amennyire a virágok. Mert gondoljanak bele, hogy van itt kert, ahol soha életben nem jártunk. Egyikőjük se, se. És erről a kertről mindenkinek emlékképe van. Ez ugye az Éden kertje. Gondoljatok bele, volt egy földi kert, és volt egy mennyei kert. És az az Éden kertje tele volt madarakkal, utakkal és virágokkal, és volt benne négy folyó. Nem a Geon, Pizon, Tigris és az Eufrátesz, gondolom. Négy folyó, egy, amelyik mindig tiszta forrásvizet adott, egy, amelyik soha meg nem romló bort adott, egy, amelyik meg nem részegítő bort adott, egy, amelyik meg nem romló tejet adott, és egy, amelyik édes mézet adott. Ezt a Krisztina mind tudja, és annak van jó élete, mindenütt, aki ezt tudja, hogy nekünk ez mind megvan, nekünk csak örülni kell. És mi látjuk azt a három fát, ezeken a tálakon rengeteg életfa van. És az a három fa, a tudásfája, az életfája, és az árbor filozofika, az árbor viti, és az imágó mundi, az eget, földet összekötő világtengely, amin ugye a lelkünk már ránéz a fönti életre, és annyira boldogát tesz bennünket a tudat, hogy hiszünk Istenbe. Mert az is egy nagy adomány, hogy hihetünk, mert nem mindenkinek adatik meg. Miket látnak még itt ezeken a gyönyörűséges dolgokon, tálakon? Látnak például számokat, ötös rendszerbe beosztott tálat például. Jóság, hűség, önfegyelem, bölcsesség, bizalom. Ez a legfontosabb ötös az életünkben. Tessék belegondolni, mindannyian, akik itt vagyunk, ez szerint élünk. Jóság, hűség, önfegyelem, bölcsesség, bizalom. Van a hármas, az az isteni szám. Van a négyes, az az emberi. A hármas és a négyes összege adja a hetet, és miért fontos nekünk a hét? Azért, mert hét a mi atyánk kívánságainak száma. És ezek annyira fontos dolgok, amiket nagyon jól tudtak kint Erdélyben is, és amit nagyon jó, kristálytisztán tud Princné Bérci, Krisztina, ha álmából főkeltik, akkor is. És azért ez nagyon jó dolog. És annak szívből örülök, hogy itt ezt most önök láthatják, mert ez most itt Tahitótfaluban az Édenkert. Hónap is az lesz, amikor Péreli Zsuzsa, kihangsúlyoznám, hogy Kossuth díjas művész. Nem igen van sok tajtott faluban, de azt mondjuk hozzá. Tehát ez a két művésznő azért rengeteget tesz azért, hogy itt mi az Édenkertben éljünk, és hogyha összetartás van köztünk a faluban, akkor jövőképünk is van. Mert annak, aki, ahol nincs összetartás, ott nincs jövőkép. De bennünk van, és mi itt összetartunk. És azért nagyon örülök, hogy eljöttek, és gyönyörködjenek külön-külön ezekben az igazán míves cserepekben. Mert ha valaki tudja, én aztán tudom, hogy mennyit kell vele dolgozni. Mennyit kell vele korongozni, mennyit kell vele vigyázni, hogy ne repedjön szét száradás közben, hogy ne repedjön szét égetés közben, hogy olyanok legyenek a színök, hogy lehessen szeretni, hogy madár legyen rajta, madár, a tudás szimbóluma, mert a madár olyan magasságba szállhat fel, ahova gondolatunk, ahova mi nem érünk soha, de az ember a tanulás által emelkedik föl. És most advent előtt, amikor a várakozással tele a szívünk, és várjuk azt a csodálatos estét, Jézus születésének estéit, mindenkinek kívánok áldott szép adventöt és áldott karácsonyt, és külön köszöntöm most a végén polgármester urat, nagy tisztelet urat, önt is, kedves atya, és minden hölgyet és urat, aki ide eljött, idősebbet és fiatalt, hogy így együtt tudunk ünnepölni Tahitótfaluba. Isten éltessen mindenkit sokáig. Akkor énekelek még egy nótát. Azért választottam ezt a nótát, hogy körbenéztem, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó választás volt, és amit most hallottunk, ez egy, remélem, hogy még inkább visszacsatolás lesz erre. Egy kicsi madárka,
hozzám kezd el járni, virágos kertembe fészkát kezd el rakni. De azt az irigyák észre kezdték venni, kicsi madár fészkét szíjjel kezdték hánni. Madárka, madárka, te kicsi madárka, menj el az én rózsám üvegablakjába. Ha nem tudod, hol van, kérdezd a szomszédját, megmutatja neked pázsintos udvarát. Pázsintos udvarát, sétáló gazdáját, ablakjában kinyílt csokros tulipányát. Ablakjában kinyílt csokros tulipánnyát. Nagyon szépen köszönjük, és most engedjék meg, hogy a Teljünk Együtt Ajtót Fel Alapítvány nevében egy kis ajándékkal. Bármilyen. Szíves. Köszönöm, Kriszti. Köszönöm. Nem neki kapni? Nem tudom, nekem most ugye. Nagyon szép, köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Csak egy mondatot szeretnék szólni. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek, és mindenkinek puszi. És csak annyit szeretnék mondani, hogy én úgy érzem, hogy három lélek biztos, hogy itt van, akiket szeretnék mindenképpen megemlíteni. A Gabi néni, aki 12 éve szinte minden évben megkérdezte, hogy hát Krisztikém, ne csináljunk neked egy kis kiállítást. És hát Gabi néninna megtörtént a kiállítás, úgyhogy köszönöm neked. Szeretném Erzsi nénit megemlíteni, Pál Erzsi nénit, akitől emberileg, lelkileg, minden szempontból rendkívül sokat kaptam, és ő lehetetlen helyzetekből állt föl, és csoda volt számomra, hogy ő milyen ember, hogy milyen emberséges, milyen nagy lelkű. Pál családban nem könnyű, aki ismeri őket. És hadd említsem meg végül, de nem utolsó sorban édesapámat, aki mindig nagyon sokat segített nekem, mindig bíztatott, amikor nagyon kevés pénzzel jöttem haza a vásárból, akkor is megnyugtatott, hogy majd a következő jobban sikerül, és ő vitt el bennünket Erdélybe, haza is hozott minket Erdélybe, nagyon sokat segített, és nagyon szeretett mindig minket, engem. És az emléke itt van a lelkemben, és ezekben a tárgyakban. És áldott békés ünnepet kívánok mindannyiótoknak. Köszönjük szépen!